Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Me too. Ami abból aztán lassan, please me too lett lassan. Lassan. Jó, eléget mondtam a lassan. Ugye nem Johnny Deppről akarsz beszélni? Nem. Én nagyon jól szórakozom. Tehát az idén a legjobb reality show, az a Johnny Deppék pere. De erről majd következő órában beszélünk, mutogatja kincs, hogy ne lőd le, csak hallgassál, hülye. De Ízelítőnek, meg kell dicsérjelek Ízelítőnek, pont jó volt, igen. A következő órában Johnny Depp lesz a vendégünk. Hát nem. És Amber Heard. Tehát figyelj, igen, jó van, majd akkor fogom. Ú, de milyen feneke van Johnnynak. Jaj, én azt akartam, de hogy ő de jó lenne, ha tényleg jönnének ide vendégségbe hozzánk a stúdióba. Figyelj, feleségül nem venném. Kit? Johnnyt? Sem. Ugye, nekem a feleségem ne legyen Johnny, jó? Az a baj, én most döbbentem rá, mindegy, majd a következő órában úgyis elszomorkodok, de én most döbbentem rá, hogy Depp is megöregedett időközben. Mindenki megöregedett, na. Figyelj. Az hol a maradtunk helyzet, el? Berki Krisztiánt nem mondtuk el. Nem mondtuk el Berki Krisztiánt, igen. Az az igazság, hogy olyan szomorkásan hallom a hírt, hogy sajnos már nincs köztünk, mert épp itt meséltem Bencének zene alatt, hogy mindent is lehet mondani, meg mindenről is szólt a fáma, ugye Berkivel és Mazsival kapcsolatban, főleg az utóbbi időben, de én annak idején, mikor egy ilyen tévés reality show-t néztem, ilyen túlélő show-szerű dolognál, én szó szerint ledöbbentem, hogy azért civil emberként ő szerintem egyrészt nagyon nem olyan, mint aminek mutatta magát a médiában, másrészt, hogy tényleg példaértékű kitartással, és ilyen emberfeletti, akkor is megcsinálom, meg leküzdöm a saját határaimat típusú embernek, ismerhettük meg abból a műsorból. Én nagyon sajnálom egyébként. Hát minden hasonló hír az rossz hír, ugye? Én sajnálom, mert voltak néha jó témák, amiket ő, például a Vasalt Herivel egyszer beszélgettünk elég sokat róla. Én mindig elképzeltem, hogy hozzányomott. Na mindegy, most már erről nem lehet. De kanyarodjunk vissza, mert megint azt csináljuk, amit én nagyon szeretek, hogy mindenről is beszélünk, csak a témáról, nem? Elcsapongunk minden ezer irányba, pedig látod, ha már Johnny Deppet szóba hoztad, akartam is mondani, hogy egyrészt korosodik ő is, ezt szerintem egyre jobban látszik nem rajta. Nem korosodik, vénül, na hát most már figyelj, mennyi, csak 60? Csak kedves vagyok. 60 pluszos, 61, azt hiszem, de nem biztos megkérdezik. Nem lehet olyan friss, roppanós vésli, mint 20 évesen. Hát de úgy, tudod, egyrészt a gyerekkori, kamaszkori idójaid, amikor úgy egyszer csak látod, hogy így a nagypapa kategóriába érnek, és nem olyan sármosan teszik, mondjuk feltétlenül, mint Clooney, akkor úgy csalódsz. Másrészt viszont maga után vonja azt is, hogy állj meg, na hát azért mégiscsak eltelt 15 év legalább azóta, hogy rajongtam érte, vagy rajongok érte, úgyhogy ha ő vénült, én is vénülök. Kevin Spacey iránt mióta rajongsz? Én nagyon régóta. Rendkívül jó színész. A világ egyik legjobb színésze, és vele kapcsolatban is olyan rossz volt, ugye az utóbbi pár évben olvasni ezt a rengeteg mindent. De mit csinált ő? Én nem tudom, nem is valami csávót? Nem tudom. Esküszöm, nem tudom, mert nem is voltam hajlandó elolvasni se azt a sok mindent, se azt a sok szennyet, ami ilyenkor lemegy. Hát valószínű, hogy na, annak is van alapja, amit velőt vádolták. Mindenképpen valami ilyen zaklatás, hogy hölgy, vagy férfi, vagy verbális, vagy jó. Szexuális típusú zaklatás, én nem tudom, de hagyják békén. Ez az egész woke mozgalom engem idegesít Amerikából, meg az egész cancel culture. A cancel culture az, amikor valakit egyszerűen eltüntetnek mindenből, azért, mert őt megvádolták. Tehát én úgy gondolom, hogy a jog az nem így működik. És hogy Hollywood ezt így abszolút nem mondom azt, hogy jó, hogyha valaki valakit molesztál, sőt, nagyon rossz. És nem is, meg is kell büntetni az illetőt, ez rendben van. Csak a kérdés az, hogy ezt hogyan lehet. Tehát itt azért nézzük meg ennek a hogyannyát, mikéntjét, és amikor bizonyítás nyert a tény akkor. Tehát hogyha én most holnap megvádollak azzal, hogy minden reggel molesztál szexuálisan, akkor kirúgnak a rádiótól Amerikában egy ilyen, azért, mert megvádoltalak, vagy fordítva. Hát valami bizonyítékot azért fel kell mutass el, de hál' Istennek van 4-5-6-9 kameránk, ami érdemben tud bizonyítékot szolgálni, de egyébként igazad van. Valami olyasmit, hogy odajöttél, megfogtad a vállam, nem ahol látszik, a kamera, de a másik kezeddel a fenekemet, szóval lehetne ezt, mindegy, nem akarom. De most ezt muszáj mindenki füle hallatára így bevallani, Bence, na hát arról volt, hogy titokban. Ó, menj, mert nem mindig így csinálsz. Jédus Mária, ezt a hangot. Na, mindegy, nem akarom elhülyéskedni. Én úgy érzem, hogy abból, amit olvastam, nem olvastam, mert tényleg meguntam azt, hogy minden színészt eltüntetnek. Kevin Spacey-t ugye sikerült a House of Cards, az mi magyarul? Jaj, nem tudom, mert azt én is abból néztem. Kábi kártyavár, vagy valami ilyesmi. Igen? Igen, hát valószínű. De minden esetre az elmúlt évtized egyik legjobb sorozata, ha azt veszed. Pláne színészileg, amit ő letett ott az asztalra, ja, hát valami zsenomenális. De tényleg valami zsenomenális. A nő is, aki a feleségét
játsza, azt is el kell mondani. Na, igen. De egyébként milyen kárna. És például látod, egy olyan nagyon profi, nagyon vagány sorozat, ami simán megélt volna szerintem még 4-5 évadot, az gajra lett vágva azért, mert hogy minden nemű szinten megpróbálták kicsinálni Kevin Spacey-t. És egyébként szakmailag sikerült is, mert szerintem, hát most tudod, kinek a filmjében fogjuk látni? Na, mindjárt. Jobban, rosszban rendező. Nem, már most igen, de nem erre gondoltam. Érkezik Magyarországra. Igen, mert Kevin Spacey magyar filmben fog szerepelni, na ez a lényeg. Ez erről volt a hír. Készül egy magyar film. Szegény Kevin Spaceynek annyira tönkre ment a karriere, hogy egy magyar filmben kell szerepeljen. Valljuk be, ez azért, hát nem Hollywood. Nem azt mondom, hogy ez egy rossz film lesz, meg azért, mert Magyarországon csinálják, nem kell rossz legyen, bár 1242 a Nyugat kapujában, Sós Péter, oké, rendben. Ő a rendező, igen. Na, jobban rosszban rendezett, meg nekem ezzel azért, hogy mondjam, jobban rosszban egy olyan szintet képvisel, aminél azért filmiparban van fennebb. Hát van, tehát, de azért van egy-két más típusú munkája is az úriembernek, maradjunk annyiban, de egyik se az IMDb szint, vagy nehogy Isten hollywoodi szint, de ettől függetlenül szerintem legalábbis nem szabad elvenni azt a lehetőséget Sós Pétertől sem, aki ugye fogja rendezni ezt a bizonyos filmet, hogy lehet, hogy ez lesz élet eddigi legnagyobb alkotása, tehát a bizalmat azt meg kell szabadni. A Sós Péter részéről igen, csak nem biztos a Kevin Spacey részéről. Igen. Mindegy, tehát hogy nem gonosz vagyok, csak hadd olvassam fel a mondatot, és a Telextől jön, akik azért ebbe a woke mozgalomba eléggé rendesen beálltak. Az a szöveg, hogy a színészt 2017-ben többszörös zaklatással, és most jön, amit aláhúznék, vádolták. Azóta nem kívánatos személy az Egyesült Államokban. Na. Igen, tehát ez, amit Hollywoodnak a szemforgatásáról ne beszéljünk. Ez, amit az előbb mondtunk Kevin Spacey kapcsán, ténylegesen, tehát nem, hogy alig, egyáltalán szinte nem lehet látni őt képernyőn, és a név, ami az előbb nem jutott eszembe, az pont Franco Nero neve, aki most Olaszországba hívta őt, hogy az egyik filmjében szerepeljen, mármint Spacey-t. Én ennek örülök. Franco Nero ugye azért is fontos személy számunkra, mert az ikonikus Honfoglalás című filmben ő volt az Árpádot alakító jó kis színész. Egyébként színészileg és filmes szakmabélileg abszolút ederendben van a pasas. Most azt hiszem producere a filmnek. A Honfoglalás filmről lehet vitatkozni, hogy jó film, az, amit film. Ő Árpádként letett ott az asztalra, azt nem veheti el tőle. Hogy mondjam, most a forgatókönyvben meg ő nem tud változtatni. Na igen, már. Akkor legalábbis nem tudott, amikor a film készült. Most már valószínű, ha filmes alkotás, akkor van beleszólása. Állítólag nagyon jó producer lett belőle. De nagyon helyes. Na, hát, hogy én ezekkel, tudod, én úgy van, hogy bármilyen filmről abszolút nem politikai szemszögből beszélek. Ha valaki ezt feltételezi rólam, nem vagyok hajlandó. Én mindig magát a filmet nézem külön. Amúgy, hogy az egyes színészekről mi a véleményem, hajlandó voltam elnézni, hogy hívják az új Batman, segíts már, Robert Pattinsonnak, hogy egy ilyen nyálgép volt korábban. És utána hogy megdicsérted? Látod, miért jó film volt, a igen. Tehát, hogy mondom, hogy személyes ellentétemet én félre tudom tenni másfél órára. Igen. Többre nem, de másfél hása órára. Hása 2,5 óra a film. Csak hát nem akkor már ezek a léc. Mondjuk igaz a Batman vagy 2 óra. Azért mondom, és rajongtál a filmért, úgyhogy én még mindig nagyon várom, tudjam megnézni. Egyébként, ha nem tűnt volna fel bárkinek, akkor filmekről beszélgetünk ebben az órában. Friss infókról, egész pontosan filmek kapcsán sok újdonságra lehet számítani. Egy közülük az imént emlegetett film, magyar film, a Tatárjárásról készül. 1242 a Nyugat kapujában, egyelőre ezzel a címmel van meghirdetve. Aztán lássuk, hogy mi lesz. Azért Kevin Spacey-t se tatárnak, se magyarnak nem látom. Valami bíborost fog játszani. Ja, az működhet. A film főgonoszát az olasz bíborost fogja Kevin Spacey játszani, olvasom most így szó szerint a Telexről. És egyébként, hogyha megnézed csávokámnak az arcát, mármint Spacey-nek, a passzol is a bíboros búra, de komolyan. A Usual Suspects az megvan? Jaj, valamikor nagyon rég láttam. Szokványos bűnözők, valami ilyesmi, vagy nem tudom mi a... Nem, Unusual. Nem, pont usual, a szokásos akkor vádlottak. Én más filmet láttam? Hát figyelj, maradjunk abban, hogy szerintem az egyik legjobb thriller. Olyan szépen... De ilyen régi, nem? Ilyen igen, 80-as, 90-es nem, évek? Nem, azért 2000-es környékén Vélülök. Van. De tehát, hogy ahogy azt a sztorit, és tényleg tehát jó formán történetből dolgozik, és ott derül ki, hogy mit tud egy jó színész, és bazi jó, tehát iszonyatosan jó forgatókönyv. Az a film, nem tudom hányszor láttuk ezerszer, de még mindig zseniális. Tehát az a csavar, hogy beviszi,
mindegy, nem lövöm le. Ha nem láttátok Kevin Spacey-vel a Usual Suspects-et, nézzétek meg este, nem fogtok csalódni benne. Tényleg szinte úgy 14-től fölfele, vagy 12-től fölfele minden korosztálynak. Nem is azért, csak ma a sztori jó csavaros. Nem mondod két mondatban, miről szól, mert ez meg a fene, hogy nem rémlik. Mert összezár pedig egy csomó bűnözőt egy cellába valami random akció során. Mit ad Isten, elkezdenek beszélni, ahogy bűnözők szoktak, és akkor nekiállnak valami biznisznek, egy újabb melónak. És ebből jönnek aztán különböző meglehetősen sötét dolgok, egyre sötétebb és sötétebb. Na. Szerintem nem láttam. Figyelj, jelen pillanatban, csak most, ha már van egy IMDb ablakunk, akkor megnézem, kíváncsi vagyok, hogy mekkora jegye van, de benne volt egy adott ponton, erre beírom, hogy IMDb. Szóval, hogy... Mit akarsz megnézni, hogy mekkora népszerűsége? 95-ös a film 95? Maga, és 8,5-je van IMDb-n, az azért elég sokat mond, Bryan Singer rendezése egyébként. Jó. Na, igen. Hát én nem vagyok biztos benne, hogy láttam, de akkor ezt pokolni pedig van benne kell. Egy szép magyar. Láttam az ördögöt, láttam Kaiser Sosét. Ez volt egy mondat benne, így, ahogy idézem. És melyik ez a magyarunk? Hát nem tudom, a Kaiser Soze az lenne a magyar. Aha. Ez ősi magyar árpádkori név. Na mindegy, most aztán Kevin Spacey még tanul a magyarokról. Na igen. Azt még mondjuk el egyébként itt a tatárjárásos film apropóján, a Nyugat kapujában című film apropóján, igen, hogy valamikor, ha minden jól megy jövő év decemberére, 2023 decemberére kell számítsunk, hogy a mozikba kerül. Magyar-mongol-angol koprodukcióról van szó, szóval odarakják a csontot tisztességgel. Aztán nem tudom, hát nagy vonalakban a történet van-e értelme? Ne spoilerezzük. Olvassatok utána, ezt jó apám mindig így mondja, hogy olvass utána. Nézd meg a filmet. Én meg is fogom nézni, azért, mert az ilyen szuperprodukciókat meg akarom nézni, akkor is, hogyha esetleg nem jó. Tudjam elmondani, hogy azért nem jó, mert. Én Vasalberttel voltam itt, csak nem néztem, hanem olvastam, de egyébként igen. Én Vasalberttel úgy vagyok, hogy vannak olyan regényeim, amit szeretek, van olyan, amit kevésbé. Nem. De ez megint ugye az a kategória. Tudom, te nem vagy Vasalbert rajongó. Azt kell mondjam, hogy nem voltam, minek utána elolvastam egy regényt tőle, azután csak melyiket csendben maradok. Melyiket olvastad, a Funtinelli Boszorkányt? Igen. Azóta úgy csendben maradok, mert egyébként nem rossz. Tehát, hogy nem lehet, én is, mint Rácienő, nem rossz. 13 almafát tessék, még az belefér. Azt mondod? Na, ezt felírom magamnak. Addig te rajongj egy kört, hogy megjött az új előzetes a Star Warshoz. Nem néztem meg az új előzetest az új Star Warsról. Igen, persze, Star Wars nap az május 4-e szokott lenni. Tulajdonképpen azért, mert a negyedik Star Wars azt május 4-én dobták moziba. Mi volt a cím? Bocsánat, mi volt a cím? Még egyszer, a Vasalbert. Kérem szépen, tessék. De nem elég, hogyha lepötyögöm a telefonommal, ne untassuk itt a hallgatókat. Mi? 13 almafaj, jó? Legyen, van egy olyan jellegzetes borítója már annak a fekete kiadásnak, ami nálunk van. Jó, köszönöm szépen. Jó, az egy nagyon szerethető könyv, egyébként tényleg. Tehát én jellegzetesen ilyen kamasz irodalomnak ajánlanám. Visszatérve itt a saját dolgainkra, mármint a saját témánkra, mert Vasalbert is a sajátunk, május 4-én, ugye ez a May the 4th be with you, ez a May the 4th, május a 4-e, körülbelül így fordítanám tükörben, nyilván az angolok így használják. Na akkor érkezett meg Evan McGregorral az új Obi-Wan Kenobi trailer. Az az igazság, hogy amit az utolsó két Evan McGregoros Star Wars-ba láttam, hát elég gyatra volt. Nem Evan McGregor, tehát megkockáztatom, hogy a Phantom Menace, a négyes számú Star Wars, igen? Azt megkockáztatom, hogy nem film, az egy félreértés. Valami George Lucas, nem tudom, erős kábítószerek hatása alatt mocskolt. Vagy mocskoltattak vele, hogyha te, ezt nem, a szóhasználatot nem tudom, de meggyalázta. Tehát ami előtte volt, azt meggyalázta. Ezt a Star Wars rajongók úgy mondják, hogy a macsette sorozat, és veszed a macsétával, és levágod az elsőt. Azt nem nézed, azt kinézed, azt elfelejted, ha látod, akkor utána próbálsz rá, nem tudom, alkoholt fogyasztani, meg ilyesmit, hogy hát, hogyha megszabadulsz egy életre ettől a nyomasztó. Majdnem kiszaladt valami. Hát igen, nem akartam. Szóval nem mondani. Tetszett szóval neked nem. Az a lényeg. És akkor most fenntartásaid vannak? Egyébként ezt mondjuk el, hogy a Disney Plus mini sorozatáról van szó, Isten igazából, mert azt hiszem, hogy 6 rész lesz összesen. Most de mindenből 6 részt készítenek. Igen, mégiscsak sorozatnak nevezzük, és igen, szóval nem tetszik, vagy félsz, vagy tartasz tőle, hogy nem lesz jó? Mert szerintem igen. Egyébként nagyon jónak ígérkezik. A trailer alapján nagyon jónak ígérkezik a szállás. Az a jó tudod,
Tehát, hogy ezer egy olyan helyzet van, ahol lehetne egy nagyon jó sztorit csinálni. Nemrégiben láttam az új Doctor Strange-et, abból is lehetett volna egy nagyon jót csinálni, középszerű lett. Azt látom, hogy teljes Hollywood fél, tehát hogy a producerek igája alatt van. A producerek azt akarják, belerakunk 10 millió dollárt, kiveszünk 20-at. Na, most inkább így szokott lenni, hogy belerakunk 75-öt és kiveszünk 150-et, de és ezért nem nagyon vállalnak be dolgokat. Meg nekem az a problémám igaziból például az Obi-Wan sorozattal is, mert ugye Obi-Wan Kenobit alakítja Evan McGregor, igen. És ott van ez a Hayden Christensen nevű csávó, akit valamiért színésznek titulálnak, én eltiltanám a szakmától, tehát még követ törni sem bíznék benne. Kezdem azt érezni, hogy egészen rossz dolog volt Star Wars-ról beszélni, mármint rossz ötlet volt. Tehát annak a csávónak, esküszöm, tehát vegyél elő egy aktuális, nem egy korai, egy mostani Steven Seagalt, bármikor Kenterbe veri színészetileg Hayden Christensen. Hayden Christensen, ő... Steven Seagal, komolyan? Steven Seagal. Ennyire igen. Rossznak tart? Én kamaszkoromban bele voltam szerelmesedve. Hayden Christensenbe? Hát hogyne, hát mint mindenki. Hát az volt a dolgunk, hogy rajongjunk érte. Ezért? Hát hogyne. Milyen rossz ízlésetek volt? Hát figyelj ide, a főhősök, meg a szegény sanyarú sorsból származó kiskirályfik, akik ugye elérik a maguk céljukat, sőt az ő esetében még annál is többet, azok mindig rajongástárgyát képezik, főleg a kamaszlányok körébe. Hát átlag brazil szappanoperában azért nagyobb alakításokat látsz. Meg, na, látsz. Most tizenévesen szerinted azt nézed, hogy hogy alakít színészileg, vagy hogy milyen szép gyönyörű szeme van, meg milyen szépen bájmosolyog. Most figyelj, komolyan. Engem ez nem érintett meg, de tényleg ilyen izé, tipikusan az arc, akit Csíkszentjehován beeresztesz a kocsmába, ezt 3 percen belül több lyuk van rajta, mint egy sajton. Á, meg nem, az Etel, aki diszkó mögött azért találkoznék vele is. Az Etel, aki diszkó mögött lányok szoktak ja. Igen, igen, Bence, nézek, akarom írni, okay, 2022 rendben. És csak rendben. 22. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki most. Hát öregedik a szentem elé. Hát, mondjuk javára szolgált, kevésbé nyálas. Kicsit igen, a korosodás jót tesz neki is, de Steven Seagal-lel mi a gond? Vagy, hogy... Az, hogy sose volt egy nagy színész. Én amúgy szeretem a Steven Seagal akciófilmeket. Én nem. De azért, tehát Steven Seagal, ő az, akit számítógépes játékból úgy hívják, hogy God Mode. Beírod, és elpusztíthatatlan, tök mindegy, mit csinál. Steven Seagal is ilyet, hogy átmegy rajta a tank, a csáv, kicsit azért sántít, de fel kell. Még úgy letörli lazán a vércseppet a szája széléről, és megy tovább. Igen. Volt az a vonatos filmje, az az egy maradt meg, de az nagyon azóta se kívántam több filmet nézni vele, ez a, nem tudom, csak Casey Ryback volt a neve a karakterének, és akkor az egyik mondta, hogy Patkány Casey Ryback. És ez úgy megmaradt egy életre, hogy akkor a Cofos bácsi, többet ne nézzük a televízió képet. A Cofos bácsi abban a pillanatban 90 fokba felemelte a lábát, és lerúgtam. Az mennyire jó film volt, az nagyon szerette. Tökéletes akciófilm, az ilyeneket szeretem. Az nem csinálnak jó akciófilm, mint béna akciófilmeket. Most már nem. Volt ott a 90-es évek vége felé, 2000-es évek elején volt egy olyan periódus, hogy ugyanaz a séma szerint ment, persze mindegyik, de legalább tisztességgel, Bruce Willis megölik. Időszak, igen, legalább tisztességgel meg volt csinálva, tudod, olyan kaszkadőr jelenetekkel, tudtad, hogy fel fog borulni, meg robbanni az az autó, de mégis így hátra hőkölve nézted a képernyőt, hogy na hadlám, a tűz és a robbanó minden előtt mindjárt elkezdenek-e sétálni. És megérkezik Bruce Willis egy majóban, véresen és mocskosan, mert így szokott. Igen. És kopaszon. De addig is tudod, addig nincs karácsony, amíg Bruce Willis a Nakatomi torony tetején nem zargatja, hogy hívják Piton professzort, mond már a... Jaj, ki a színész? Alan Rickman. Nem oldítja el, hogy McLean! Ja, Istenem. Ó, régi szép idők. Na, de karácsony körül mindig megnézzük a Die Hard-ot. Az igen? Na, jaj, persze. De jó, látod, én is újra kéne nézzem. No. Igazi karácsonyi filmek, Die Hard. De a 90-es évek bosszuszomjas, jó kis verekedős filmjeihez képest, mert ugye a másik vonal az a karate vonal volt, meg az ilyen küzdő sportos filmek, azokat is nagyon imádtam. Azt mondjuk most már továbbfejlesztették, a Karate Kidből csináltak egy sorozatot. Sorozatot is? Igen, én hülyére röhögtem rajta magam, mert gyakorlatilag tehát van önirónia benne rendesen. Akkor jó, akkor megnézem. Cobra Kai címszó alatt kell keresni. Ilyen minisorozat? Nem, elég hosszú sorozat de van belőle. De vége van már?
Lezárták a sztorit? Van vagy 3-4 évad. Ja, akkor még várunk egy kicsit. Mert az a helyzet, hogy én a sorozatokat úgy nézem, hogy legyen véges pont. Utána egy szuszram. Na ez alól egyetlen egy film volt, kivétel ez történelmi pillanat, kérem Alás, ez a Trónok harca volt, amit én sem tudtam megállni. Gyújtik sarkagy! Pedig, hogyha valaki, akkor én megállom a dolgokat, de a Trónok harcát muszáj volt, minek utána könyvet, mindent elolvastam, muszáj volt néznem, és akkor ültem itt körmöt rágva hétről hétre, jöjjön ki az új rész, aztán az utolsó évad előtt, hogy úristen, most majdnem egy évet kell várni arra. Szóval, mindenki hogy... ki volt bukva. Hú, hát ez szerintem Endre az évtized itt. Sorozata. Nem itt, az év, fél évszázad, meg ki tudja mi jön még, de a fél évszázad sorozata az biztos, hogy a Trónok harca. Figyelj, Endre nincs itt, de most mond egy Khaleesi bubi. Igen. Igen, hát mondjuk azért... Igen, hát mondjuk azok a bubik nem voltak arra rendkívül nagyok, láthatok sokszor. Nem baj, de szerettük a Khaleesi cickókat. Nagyon nehéz, most légy szíves, mutasd meg a póló. Tehát aki videón követ bennünket. Nem mutatom meg a pólómat. Kincsőnek egy ilyen méhecskés pólója van, és a méhecskének a méhecskének a szemei, azok tök úgy néznek ki, mint a Melvin Boyd. Igen, ezzel a sikert szoktam maradni ezzel a pólócskával. Most jöttél rá, hogy miért? Igen, ma reggel hívta fel Bence figyelmemet. Na, hív, lány vagyok, 30 pluszosan is. Jó, szóval, hogy Khaleesi bubijaihoz egy kicsit visszatérjünk. Azért nagyon fontos a Khaleesi bubijai, mert hogy abból a bubiból, vagy Dudi bubi, hogy kell mondani? Bubi, ugye? Khaleesi bubijai búl táplálkozhattak volna majd az utódok, igen, akik végül sárkányok lettek. Tehát a Targaryen bubi az egészen fontos dolog, ahhoz, hogy egyrészt fajfenntartás tekintetében, másrészt ugye a ház maga, a Targaryen ház, az, hogy tovább éhessen, azt jól tudjuk most már, ne spoilerezzek, ugye, aki nem látta a Trónok harcát, nézzétek meg. Egy a lényeg, oda akarok kiukadni, hogy az egész Targaryen familiáról, sőt egész pontosan az ősökről érkezik. Most mindjárt nem sokára a Trónok harca előzmény. Megcsinálják-e? Meg hát mindjárt ne. Augusztus 21-én érkezik. Ja, Jaj, új remeg a hangom. Jaj, sárkány, nagyon sárkány. Jaj, sárkány, nagyon sárkány. Igen, a sárkányok házáról, a Targaryen házról fog szólni ez a jó kis sorozat. Az HBO Maxon lehet majd követni, és ez azért már ugye jó ideje hír, és minden Trónok harca rajongó oda volt, amikor kiderült, hogy na, megcsinálják ezt az előzmény sorozatot. Aztán az az igazság, én ott nézegettem a kezdetleges trélereket, meg ugye szereposztást, hát idegenkedtem tőle. Most ez az új tréler, ami kijött május 5-én, ha minden igaz, ez ugye kicsit visszaadta a hitemet és a reményemet, mert ebben már tényleg minden, aminek kell lennie, sárkány, tűz, vér, Khaleesi bubi, ha nem is Khaleesi, de bubi, de szőkehaj, ami a Targaryenekre ugyan nagyon jellemző, szóval minden van. Kíváncsi vagyok, ez most egy kicsit úgy visszahozta a kedvem, de hát a Trónok harcát úgyse fogja tudni semmi überelni. De valószínűleg, tehát ott azért attól függ, hogy ki a forgatókönyvíró. Ugye a forgatókönyv, én fenntartom a véleményem, hogy a rendes film egy rendes forgatókönyvvel kezdődik. Ott kezdődik, de nagyon sok minden múlik azért azon, hogy ki a hős, vagy ki a szereplő, mert azért, amikor van egy Jon Snow, és a félvilág rajong érte, mint annak idején, ahogyan nem tudom, Bruce Willisért rajongtunk, azért az nagyon sokat nyom alatba. Nyilvánvaló, csak hogy azért a színészi képességei is fontosak egy szereplőnek. Mert szerinted, hogy hívják, Kit Harington, vagy hogy hívják a csávot? Nem rossz színész egyébként. Na, azért mondom. Láttam valami kémesben, az teljesen rendben volt. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből a Targaryen házból. Mi a franc, a House of the Dragon, a sárkányháza. Ez így magyarul nem hallatszik olyan jól. Sárkányok háza. Sárkányok háza, de megyünk haza, hát az olyan, mintha az asszony már otthon van, és már ideges, meg később van. Lényegében erről szól. Na, mindegy, lesznek itt dolgok, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. A Trónok harcának az elején egyébként az volt szerintem a legerősebb ütőkártya. Úgy hullottak a szereplők, mint a legyek. Nem az volt az ütőkártya, annyi cicit bubit amire hozzászoktál arra, hogy végre van egy szereplő, egy után már nem mertük megkedvelni őket, mert kinyírták. Igen, de ott az az igazság, már bocsánat, hogy akkor ezt most így egy kicsit beavatlak, de... Az a baj, hogy a könyvben is dettó ugyanez volt. Tehát, hogy tényleg az első kötetet végigolvastad, akit megszerettél, majdnem mi meghalt az összes a történetben, úgyhogy ez nem a sorozat vagy a forgatókönyv érdeme. Szerintem, ami pluszt hozzá tudtak tenni sorozat forgatókönyv szintjén, az tényleg a bubi mutogatás volt. Tehát, ha emlékszel, visszaemlékszel az első évadra, Én nem tudom, hogy annyi erotikát utoljára sorozatban hol láttunk, mint a Trónok harca első évadjában, és jól tudjuk, ez egyfajta húzóerő volt, tehát nagyon sokakat leültetett a
képernyők elé, aztán egy kicsit visszavettek belőle, és akkor elkezdődött ténylegesen a jó sztori. No, folytatjuk mindjárt a jó sztorit a Sárkányok házával kapcsolatban, a Trónok harcával és egyáltalán filmekkel kapcsolatban. Jövünk vissza mindjárt, addig írjátok meg nekünk, hogy milyen sorozatot, filmet néztek mostanában, mire vártok, és egyáltalán miért rajongtok. 07 26 71 99 66. Hármas szabály, a maga nemében páratlan. Filmes aktualitásokról beszélgettünk a mai hármas szabályban, sok alkotás, sok színész szóba került már, úgyhogy milyen jó, hogy csatlakozott hozzánk Kolcsár Jocó, mint színész, és nem csak, ugye értemben tudsz beszélni. Szia Jocó! Sziasztok, sziasztok! Nem biztos. Szerintem ti sok esetben jobban fel vagytok készülve ezekkel a filmekkel, mint én. Én ugyanis nem mindig követem az aktuális film palettát, tehát hogy nem mindig azokat a filmeket nézem, amik megjelennek, hanem valahogy így például nemrég láttam egy 2017-es filmet, nagyon-nagyon jó film, de állítólag nagy port is kavart, most a címe nem is jut eszembe. Akkor jó. Akkor jó. És például most találkoztam velem. Most a legújabban ez a Külön falka az, ami egy kicsit megfogta nekem a... Nem ismerős, ez mi ez? Ez egy magyar film. Mondanám, hogy nem láttam, de együtt voltunk moziban. Igen. És egyszerre. Na, milyen volt? Tetszett már a érdekes film egyébként. Gondoltad volna, hogy ott nincsenek színészek? Gondoltam. Tehát a srác az... Utána olvastam egyébként, hogy a főszereplő az egy ketrecharcos. De úgy látszik a fellépésen. Tehát úgy tipikusan azt megkérdezi, hogy hány óra, így adod a karórát, tessék barátom, legyen a tiéd. De közben meg olyan, hogy néha taníthatná a színészetet, hogy kell játszani visszafogottan, és tehát, hogy valójában... De ő már játszott, ő a főszereplő? Aha, igen. Ő már játszott ilyen mellékszerepeket, rossz fiút alakított egy ilyen filmben, de abszolút háttér karakterként. Ja, itt főszereplőként zseniális szerintem, és az a kislány mellette, tehát a kislány főszereplő, aki gondolom egy ilyen 12 éves kislány. Nyilván nem egy színi egyetemet végzett hölgy. Igen, hát az is annyira hiteles. Na, például ezt se tudtam, hogy ez egy ilyen nagyon jó film, és akkor egyik kolléganőm szólt, hogy ezt feltétlen meg kell nézni, és akkor így néztem meg, mert olyan filmek sok esetben, amikről azt mondják, hogy nagyon jó, természetesen nem ismerőseim, hanem úgy nem tudom, valahogy elterjed az éterbe, és beülsz, és akkor rájövök, hogy ez egyáltalán nem jó. Én már ugye a nagyon amerikai filmekkel egy kicsit úgy vagyok, hogy... Igen, milyen érzéseid vannak az olyan produkciókkal, amilyen amerikai szuperprodukcióra hajaz, de magyar? Hát az sem igazából tetszik, bár mit tudom én, van egy-két film, ami szórakoztatás szempontjából teljesen rendben van. Mit tudom én, például a Kincsem, az nem volt egy olyan rossz film. Az Hollywoodban is megállta volna így a helyét. Így van, de olyan sémára is készült. Vagy, szándékos volt, igen, az nem szándékosan. Persze. Sőt, én azt veszem észre egyébként, hogy egyre több ilyen szándékosság felfedezhető a filmes alkotásokban Magyarországon, vagy egyáltalán azokon az alkotásokon, amit ugye a film alap támogat, mert kicsit szerintem talán Andy Vajna óta érdemben kezdték észrevenni, hogy el kell indulni abba az irányba, ami talán a kicsit a populárisabb, a népszerűbb vonal, mert azért, hogyha megnézzük, a Hajdanán mindig a saját magunknak, kis országunkba, kis költségvetésből gyártott filmek voltak a trendibbek, divatosabbak. Esetenként a művészfilm irányába ment el azért a magyar filmgyártás. Most az utóbbi 5-10 évben talán, de jó irányba indult el. Én nem osztom ezt a véleményt. Én azt mondom, hogy ez nem feltétlenül jó irány. Az ilyen commerce filmeket nyugodtan meg lehet hagyni Bollywoodnak és Hollywoodnak, mert nem, hogy... Én nem értek egyet. Nem. Én úgy vagyok vele, hogy nekem nem hiányzanak a magyar területről ezek a... Pedig tudd meg, hogy bocs, hogy a szavadba vágok, de hogy tényleg, tudod, hogy jó hatással van? Szerintem a művészfilmekre is jó hatással van. Mi a búbánata annak az álmos filmnek a címe? Két ilyen szarvas... Micsoda? Igen, azt hiszem, a pár az mindig ilyen szarvasnak álmodja magát. Jaj, és akkor milyen szép film volt. Azt igen, egy hölgy rendezte. Igen, és nézd meg, tehát a technika, amivel készítették, az teljesen hollywoodi.
és olyan volt a látványvilága, és jól csinálták. Tehát nem igaz, hogy lehet a magyar specifikumot benne hagyni, de azt, ami jó Hollywoodból, azt szerintem igenis érdemes átvenni. Plusz, hogy és szórakoztató filmet készíteni szerintem nem vétek. Igen, szerintem se bűn. Meg a másik, hogyha egy-egy ilyen szórakoztatóbb, népszerűbb mozifilmben feltűnik egy-egy színész, utána azért elmész egy színházi előadásra, elmész, megnézel egy másik filmet, akár egy művészfilmet, azért mert láttad, hogy baromi jót alakít a másik filmben az adott színész, úgyhogy ezeknek megvannak a pozitív hozadéka is. Tény, hogy a határokat, azokat esetenként hogy lépjük át, az sokat számít. 07-26-71-99-66, ez az SMS számunk, várjuk, hogy ti is csatlakozzatok a beszélgetéshez. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.